Sok szeretettel köszöntök mindenkit, az én nevem Tamás Zsolt. Két nagyon jó évet tudhatott maga mögött a Peugeot még 2016-ban, illetve 2017-ben. Előbbi esztendőben a Peugeot 308-al, utóbbiban pedig a Peugeot 3008-al zsebelték be az évautója díját. A Peugeot 3008 egyébként 2008-ban látott napvilágot, és az első generáció váltásra pedig 2016-ban került sor. Azzal a modellel már foglalkoztam, ráadásul az összkerekes plug-in hibrid verzióval, ami egy bivajerős modell, az ára is azért elég komolyra sikeredett. Most pedig elkértem a faceliftet, amit 2020-ban mutattak be. Ezzel a ráncfelvarrással pedig megváltozott az autónak a külseje, sokkal jobban illeszkedik most már a Peugeot más modelljeihez. A belső kényelem és igazából különlegessége viszont megmaradt. Tényleg nagyon csöndes, jó utazó autó, amit igazából normál dízel vagy benzines variánsban abszolút megéri megvenni. Pluginben viszont csak annak éri meg kifizetni, aki valahol legalább tudja tölteni, de leginkább otthon. Egyéb esetben viszont már nem fog kijönni a matek. Lássuk tehát, hogy miben változott a facelift és mit tud az első kerék meghajtású konnektorról töltető modell. Manapság a crossover, az SUV, a magas építésű autó a menő. Bizony, de ebben a környezetben az ember azért örül annak, hogyha végre valami különlegesebbet lát, ha az átlagostól az eltér, ha egy picit merészebb a formaterve, ha izgalmasabb, mert azért ilyen típusból egyre kevesebbet lát manapság az ember. Viszont a Peugeot-nál azért a mérnökök szeretnek valami újhoz nyúlni, olyanhoz, ami egy kicsit megosztó, egy kicsit más, mint a többi, és messziről felismerhetővé teszi az adott modellt. Ugye a Peugeot 3008-asnak a ráncfelvarrás előtti változata nem nagyon emelkedett ki igazából a nagy közösségből, de ez az új facelift utáni már egy kicsit másabb. Jobban illeszkedik a mostani palettába, és alapvetően tényleg egy olyan autó, amire visszanézünk akkor is, hogyha kiszállunk belőle, ugye azt szokták mondani, hogyha egy ilyen autót választunk, akkor az biztos, hogy hosszú távon szeretni fogjuk. A ráncfelvarrással megváltozott az autónak az eleje. Ez azt jelenti, hogy most már ezek a macska, karom, illetve akár rozmár fogakra hasonlító menetfények bizony ott díszelegnek az autónak az elején, és jól is mutatnak, tényleg különlegessé teszik. A ledes fényszórók pedig hát nyilván most már alapvetőnek számítanak és kellenek is, nem csak a biztonságos közlekedéshez, hanem úgy unblock ahhoz, hogy modernnek tűnjön az autó. Látszódik ott a Peugeot felirat, hogy az elején az autónak és a motorezőnek is van egy kis hullám, ami habár sportosságot nem ad azért, de mégis egy kicsit különlegesebbé teszi, illetve itt belül a sofőr ülésből is olyan érzése van az embernek, hogy na azért ez egy nagy autós feeling, teljesen más, mint hogyha egy klasszikus személyautóban ülnénk. A hűtőrás nem hivalkodó, de módosítottak rajta egy kicsit több lett a krómelem benne, de szerintem azért azt a tekintélyt parancsoló felületet sikerült azért megalkotniuk a mérnököknek. És egyébként pedig tényleg az autó nem hatalmas, 4400, nagyjából 50-60 mm hosszúságával, pont azon a határmesdjén helyezkedik el, hogyha még városban használjuk, ahol ugye a plug-in hibridnek az egyik legnagyobb előnyét, a zöldrendszámát, illetve hát nyilván az elektromos közlekedést ki tudjuk használni, még ott is azért el tudunk így jobbra-balra közlekedni, A-ból B-pontba, anélkül, hogy azért izgulnánk, hogy túl nagy autóval megyünk ide-oda, de nyilván azért nem is egy hatalmas SUV, ezzel azért kalkulálnia kell a vásárlónak. A kicsit több mint 2,6 méteres tengelytáv is mutatja, hogy azért belső helykínálat szempontjából itt azért nem lesz hatalmas tánctér a hátsó utasoknak. Én azt mondom, hogy elől 185 cm-re nagyon kényelmesen be lehet állítani az üléseket, annál is inkább, mivel ezek azért speciális kialakítású ülések, amik azt jelentik, hogy ez egy AGR tanúsítvánnyal rendelkező üléspáros, vagyis gerincbarát és ortopédiai szervezet által is ajánlott, tehát nagyon komfortos itt belül csücsülni, de majd ezt igazából el is fogom mondani. A hátsó utasoknak már azért nem lesz ennyire kényelmes, főleg, hogyha elől egy magasabb sofőr ül. A lábtér az egy picit szűkös, de még éppen el lehet férni, a fejtér azért az nagyjából rendben van, hiszen nincsen azért a tetővonal túlságosan lecsapva hátrafele, szóval el lehet azért abszolút férni. Nagyok az ajtók, tehát kényelmesen be lehet szállni, de hogy a crossovereknél el szoktam mondani, itt is figyelni kell arra, hogy egy picit magasabbra kell lépni, ez idősebb korosztály számára lehet egy fontos szempont, illetve tudnivaló, valamint kifele azért itt is a küszöb eléggé kiliér, tehát saras, dzsúvás időben bizony ez meg fog látszódni a nadrágunknak a hátsó részén is. Ezt szinte elkerülni nem lehet, mivel annyira messze kell lépni, hogy nem lenne kényelmes. Gyönyörűek a felnik, és nyilván itt van az a műanyag elem, ami végigfut a kerékjárati éveken, illetve a padlólemezen is. Ezzel optikailag egy kicsit magasabb lesz az autó, egyébként nem hatalmas, de az ergonomiai kialakítása abszolút jó. Most én 112-vel jövök itt az autópályán, Szegedről Budapest fele, és
egyáltalán nem nagy a szélzaj, tehát jó az összeszerelési minőség, nincsen recsegés, nincsen ropogás, abszolút rendben van az is, hogy a gördülési zaj sem hallatszódik be. Én nekem az első dolog, amire felfigyeltem itt a 3008-as kapcsán az elmúlt időszak tesztautói után, hogy mennyire csöndes így autópályán, és mennyire kényelmes utazóautó ez. A hátulja is különleges, de azért az már nem annyira egyedi, mint az eleje, persze az osztott hátsó lámpák, amik már ledesek, jól mutatnak, és ezek is messziről felismerhetővé teszik ezt az autót. Innen tipikus crossover, van szépen kis diffúzor, ami alulról följön egy picit, de azért olyan nagy különlegességre, hatalmas tűzi játékra ne számítsunk. Ott van azért természetesen az egész méretes lökhárító, illetve a csomagtér ajtó mögött pedig 395 liter tudunk telipakolni, amit azért jól megoldottak, hiszen a térrel választó az a hátsó küszöbben lényegben egy vonalban van, tehát nem kell magasabbra emelnünk a különböző bőröndöket, vagy bepakolni valót akkor, hogyha szeretnénk telirakni ezt a rakteret, és alul pedig, hogyha felemeljük a térrel választott, akkor különböző fakok vannak a különböző kábeleknek, hiszen ugye Type-2-n keresztül is lehet tölteni, vagy éppen otthoni töltővel, majd elmondom, mert ezek azért felárat jelentenek, de praktikusan mindent el lehet szépen csomagolni. Külsőleg tehát azt mondom, hogy egy tekintet vonzó, és egyébként megosztó, de mégis merész és tetszetős formatervel rendelkezik a facelift után, most már ez a Peugeot 3008 mindenképpen szükség volt erre a ráncfelvarrásra, hogy egy kicsit az átlagos környezetből kiemeljék ezt a modellt. Ugyanez igaz a beltére is, hiszen teljesen más, mint egy átlag autónál, és az első, amire rögtön felfigyelünk, az a nagyon aprócska, lényegében Dodge-szerű élményt, illetve kormányzást kínáló kormány, ami ráadásul egy ilyen kis többszögletű, ovális kialakítást kapott, alul is felül is egy kicsit lecsapták. Azt is eredményezi, hogy tényleg nem fogjuk beleverni a lábunkat, egész jól beállíthatót, és szerencsére itt azért nem érezzük azt, hogy nincs meg a megfelelő pozíciója ahhoz, hogy lássuk az előttünk lévő digitális műszeregységet, hiszen ott azért legtöbb adatot meg is láthatjuk, gyönyörű színekkel, betekintési üzegekkel rendelkezik ez a panel, elég nagy és látható rajta a legfőbb adatoknak a többsége, amire szükség lehet hatótáv, vagy éppen ezen kívül is pár személyes dolgot ide kirajzolhatunk, navigációt. Tehát jó, de mondjuk azért a sebessége az közepes, tehát némi meghaladásra vagy ilyen döcögésre lehet számítani, hogyha használjuk. Ez ugyanígy igaz erre a központi rendszerre, ami Apple CarPlay és Android Auto támogatással is rendelkezik, mind a kettőt csupán vezetékes formában tudja, lehetne már azért a vezetékmentes világ felé mozdulni a Peugeotnak. Hatalmas 10 incses panelről van szó, ami érintéssel kezelhető legfőképpen. Itt is aztán nagyon sok funkciót elérünk, tényleg lehet vele babrálni, lehet vele a különböző hangulatfényeket beállítani, sokat eszközölni. Ami viszont jó hír, hogy bár azért néhány dolgot csak így érintéssel vezéreltünk, a legfőbb funkciókhoz bizony fizikai, lényegében billentyűket is kapunk, és most kimondottan igaz ez a billentyű, hiszen mint egy zongora billentyű itt lehet játszadozni. Például a klímavezérléshez eljutunk egy pillanat alatt, a különböző vezetéssegítő asszisztens szolgáltatásokig, vagy éppen a telefonhívásokig az itt található gomboknak a segítségével, plusz hogyha a hátsó szélvédőfűtést kapcsolnánk be, vagy az ablakra fújnánk a levegőt, azt is külön fizikai gombbal tudjuk ezt elérni. Szerencsére megtudták a Peugeotnál tartani azt a harmóniát, hogy se a fizikai gombok kedvelői, se pedig az érintésérzékeny képernyőknek a fanatikusai ne szenvedjenek hiányt az adott kezelhetőségben. Maga a váltókar egyébként jól megfogható, jól megmarkolható, mellette van egy kis rész, ahol mit pakolhatunk, előtte is van, illetve azért ez a zongoralakszerű kialakítás, ez elegáns bár, de könnyen összekarcolódik, alig mertem letakarítani, leporszívózni, nehogy aztán valamilyen sérülést okozzak, szóval ez hosszú távon nem biztos, hogy kifizetődő, és olyan, mintha egy utas kabinban ülnénk itt, mind a ketten így az anyósülésen, illetve itt a sofőrülésben ülő emberke is el van határolva egymástól, ami nem rossz, főleg itt jobb oldalt, amikor egyszer átültem, akkor tényleg ilyen kabinszerű feeling volt, és teljesen más élmény fogad, de nagyon jó a láptér egyébként, és kényelmes, főleg a hangulatvilágítással válik majd, hogy nem ilyen második otthonunká az autó, főleg akkor, hogyha sokat közlekedünk vele. Na most motorizáltság szempontjából mi a helyzet? Ugye volt már nálam a plug-in, de összkerék meghajtással és 300 lóerős teljesítménnyel. Ehhez képest ez a mostani első kerék meghajtású, de két motorral, egy villany, illetve egy normál motorral szeret változat, elmaradt, hiszen itt 225 lóerő teljesítményre számíthatunk, de mintha ez nem lenne elég, ugye van egy 1.6-os turbóbenzines erőforrásunk elől, ami 180 lóerő teljesítményre képes, és egy 110 lóerős villany motorunk, de sosem kell ugye összeadni ezeket a teljesítményeket. Illetve ehhez tartozik még 360 Nm-es forgatónyomaték, az már bőven elég ahhoz, hogy ezt a nagyjából egy egész 7-8-9 tonnás kasznit azért
könnyen röpítsen. Tényleg dinamikusan lehet vele közlekedni autópályán, országúton, és a városban is föl lehet venni pillanatok alatt vele a tempót, főleg úgy, hogy a 8 fokozatú iSyn automata váltó villámgyorsan, jól, kényelmesen dolgozik. Egyébként pedig nem pörög sokat a motor akkor sem, hogyha autópályán közlekedünk, és ahogy érezhető, most olyan 115-120-szal megyek, és tényleg abszolút nem nagy a szélzaj. Ami nem tetszik, és ami nem működik jól sajnos, az amikor a hibrid rendszer igazából aktiválódik. Tehát, amikor mondjuk a benzinmotor bekapcsol, az azért fölhörög elég hangosan, ez nem annyira stílusos, meg tényleg hangos is, nem is szép a hangja, de legalább mondjuk 4 hengeres, nem 3. A kapcsolgatásnál azért észre lehet venni, hogy beremegteti a rendszer az autót, mondjuk ezt azért mindenképpen érdemes tudni vásárlás előtt. Az alapváltozatot 3,6 kW-tal tudjuk tölteni, ami nagyjából 4 órányi rostoglás jelent, akkor, hogyha valamilyen töltőoszlophoz megyünk. Na már most ezt rögtön felezhetjük a 7,2 kW-os inverterrel, ami 60 ezer forintba kerül, na most egy 10x milliós autónál ez nem tétele, szinte kötelező megvenni, mint hogy a 90 ezer forintos Type 2-es töltőkábelt is illik beszerezni, éppen azért, hogy ezt ugye pluginként tudjuk tölteni, ne csak otthon. Tehát 7,2 kW-tal nagyjából 2 óra, 3,6 kW-tal 4 óra a töltés, ha pedig otthoni áramforrással szeretnénk megetetni az akkumulátort, akkor körülbelül 10 órányi töltésre kell számítani. Este hazaérünk a munkából, reggel azért már nagyjából meg lehet a teljes töltöttség, amivel a gyártó szerint olyan 55-56 kilométert lehet megtenni. Ez mondjuk úgy télen azért nem lesz feltétlenül lehetséges, inkább ez a 40-45 kilométer, nyáron pedig inkább az 50, de ez függ attól, hogy hol használjuk, városban többet, vagy éppen agglomerációban, a belvárosban való közlekedésnél. Mind a kettőt jól fogja bírni, és mind a kettőnél meg fogja érni, feltéve akkor, hogy a tényleg tudjuk otthon tölteni. A futómű amúgy elő a McPherson, hátul pedig csatolt lengőkaros, ami alapvetően rendben is van. Kicsit talán pattog a komolyabb úthibákon az autó, tehát nem annyira atomstabil, mint egy sportautó, de a vezethetőséget egyáltalán nem befolyásolja rosszul, nem lengedezi túl magát az autót, nem annyira SUV-s kényelemre hangolt autó ez, hogy azért zavaró legyen már és bedőljön a kanyarban, de nem is arra való, hogy tényleg a legkomolyabb szerpentineket keressük ezzel, mindazonáltal a 225 lóerő teljesítmény azért tényleg elég ahhoz, hogy dinamikusan közlekedjünk ezzel a járművel. A benzin átszámolt fogyasztás azért nyilván függ attól, hogy mennyit tudunk elektromos üzemmódban megtenni, vagy mennyit tudunk hibrid hajtással, esetleg sportmódban, amit egyébként meg is tudunk itt választani egy ilyen kis billenő kapcsolónak a segítségével, de összességében, hogyha otthon tudjuk tölteni, akkor kijöhetünk körülbelül átlagban egy olyan 2,5 literes fogyasztással, hogyha, mint ha benzin tankolnánk. Hogyha olyan töltőoszlophoz megyünk, ahol 100 forintért adnak egy kilovattot, akkor már az inkább 5,5 liter, ha pedig nem tudjuk tölteni az autót, akkor egyrészt minek veszünk plug-int, másrészt pedig akkor 7,5, 8 liter, 8,5 liter lesz a vegyes fogyasztás, ameddig az 2,5 liter, illetve az 5,5 liter nagyon kedvező egy ekkora autónál, a 8 liternél már azért nem fog kijönni túlságosan a matek, és egyértelmű, hogy bizony, akkor már soha nem fog megtérülni igazából a plugin. És nem is feltétlen kell, hogy mindig megtérüljön, mert nyilván vannak olyan felhasználók, akik csak inkább a kicsit már zöldebb közlekedést, az elektrifikáció felé való elmozdulást szeretnék, de azért nem kívánnak izgulni állandóan a hatótáv miatt, erre jó a plugin. Egyéb esetben viszont nem éri meg, csak akkor, hogy tényleg valaki otthon, vagy legalább valamilyen töltőoszlopnál minden nap szinte, vagy legalábbis amikor szükség van ennyi kilométerre, akkor fel tudja tölteni. Ugye a vezetéssegítő asszisztens szolgáltatások terén azért van elég sok minden, holtérfigyelő, kipörgésgátló, parkolássegítő, különböző diagnosztikai adatokat is képes figyelni, távolsági fényszúró asszisztens is van, illetve ne felejtsük el a tempomatot, ami adaptív és teljesen jól működik, nagyon finoman lassítja le az autót, illetve tolató kameránk és első-hátsó tolató szenzorunk is van, persze ez mind-mind olyan, amit be lehet x-elni, de ennél az autónál már a legtöbb ilyen extra jár, hiszen bár nagyon sokkal többbe kerül, mint az alapváltozat, azért benne is van jó néhány olyan extra, ami az alapváltozatot is azért drágítaná. És ha már ennyire az összegekről beszélek, akkor kezdjük is el. Nagyjából olyan 9 millió forintért lehet elcsípni a benzines változatot, ami tök jól használható, ugyanezt a fogyasztást tudja garantálni, mint ez az autó, akkor, hogyha ugye nem tudjuk tölteni. A gázolajos egy picit drágább, és a hosszú távú közlekedésnél azért jelentősen tud csípni a fogyasztásból, szerintem bár nem vezettem, biztos egy olyan 5-6 literrel be tudja érni, tehát hogyha valaki inkább olyan közlekedésre vágyik, hogy bármi teljesen tojik ebbe az elektrifikációba, inkább szeretné, hogy egy tankkal sok kilométert elmenjen, akkor a dízel lesz neki a jó választás. A plug-in viszont megint borzasztó felárat jelent, 14 milliótól indul, és hát nyilván, hogyha az összkerekest választjuk, akkor pedig akár 16 millió forintba is kerül. Tehát, ha valaki minden nap kihasználja a zöldrendszám adta lehetőségeket, és bizonyos nagyvárosokban ingyen tud parkolni, hogyha rengeteget tud menni elektromos üzemmódban, mondjuk városban, vagy éppen agglomerációból, belvárosba közlekedésnél, és
ez több százezer kilométernyi befektetés neki megér, akkor bizony a plug-in hibrid az jó választás lesz. Egyéb esetben viszont nem, tehát mindenképpen tudni kell otthon, vagy legalábbis a munkahelyen, illetve valahol valamilyen töltőszlopon tölteni, mert amúgy az a 6-7 milliós felár az életben nem fog megtérülni, és a plug-in szerintem inkább egy szórakozás azoknak, akik már zöldebbek szeretnének lenni, de azért még nem vállalják be az elektromos autót, mint sem egy valós alternatíva. A hibrid szerintem egy jobb döntés, általában nem is jelent komolyabb felárat a normál benzinhez, vagy éppen a gázolajhoz képest, ha még egyáltalán van olyan autógyártó, mert ugye egyre kevesebb ilyen van, és nem véletlen, hogy mindenki most már a teljes elektromos közlekedést erőlteti, és 2030-35 körül már erre vált át, mert a plug-in az jó alternatívának indult, de annyira megdrágítja az autókat, hogy igazából nem nagyon éri meg a felhasználóknak. A Peugeot 3008 viszont egy kiváló autó, csöndes, tekintetvonzó, szép, különleges, és igazából egy jól használható crossover, ami legalább kiemelkedik a külsejével, a mezőnyből, belsejével, technikájával, pedig hát nagyjából nem beleszürköl abba, de körülbelül ugyanazt hozza, mint a többiek. Ez már inkább egyéni szubjektív szempont, hogy ki melyiket szeretnék, kinek melyik külső tetszik a jobban. Nyilván vannak azért komoly konkurensek, ilyen a Ford Kuga-nak a tölthető verziója, vagy éppen a Toyota RAV4 plug-in hibrid, esetleg még az Opel Grandland X-nek is van még ugyanígy tölthető konnektoros hibrid változata. Hát én azért el tudnék indulni a Peugeot felé, hogyha nagyon ezt szeretném keresni, ha pedig a megbízhatóságot, a nevet, akkor pedig nyilván a Toyotánál van a legösszetettebb technika. Én köszönöm szépen a figyelmet, remélem, hogy tetszett a videó, hogyha igen, akkor dobjatok egy lájkot, iratkozzatok fel a csatornára, és akkor találkozunk a következő videókban, plusz ne felejtsetek el, ha esetleg van kedvetek TikTokon is követni engem. Szép napot mindenkinek, sziasztok!